üdvözletéket újra itt a csatornámon, én Timi vagyok. Aki még itt jár, először nem szeretnék mutatkozni, Nórin Tímea vagyok, 28 éves és Hajdúbihar megyében élek a férjemmel és a 3 éves kisfiunkkal. Ha még nem jártatok itt, akkor nézzetek szét a csatornán, ha nem vagytok feliratkozva, akkor tegyétek, megnyomjátok be a kis csengőt, hogy kapjatok értesítést minden egyes videóról, amit feltöltök nektek. Azt tudni kell, hogy heti 3 videót töltök fel, hétfőn, szerdán és pénteken reggel 9 órakor, változott tartalommal lehet elfogytak videón, amiben tapasztalatot tudtok gyűjteni azokra a termékekről, amit én elhasználom, és el tudjátok ti is dönteni, ha szeretnétek-e megvásárolni vagy sem, lehet kedvences videó, főzős videó is fog következni, ruhavásárlós videó, takarítós videók, vlogok. Nézzetek szét, és döntsétek el, hogy fel szeretnétek iratkozni, vagy sem. Ma egy turis videót hoztam nektek. Én sem gondoltam, hogy turkálóba fogok menni. Jóban nem is mentem, hanem a turkáló jött házhoz. Ez úgy van, hogy minden hétfőn ezt leveszem, mert eléggé bele tükröződik a fény. Minden hétfőn szokott jönni egy néni ide hozzánk, falura, a faluház elé, és pottomára kér szokott ilyen ruhákat. Én tudjátok, ez a kupac fellökve az asztalra, és válogatni lehet. Eddig még nem vásároltam a illetőtől, ma vásároltam először, itt az egyik szomszédunk mondta, hogy nagyon jó ruhákat szokott, meg függönyöket nála vásárolni, és gondoltam, hogy szétnézek én is, nem is vittem magammal. 1500 forint volt a zsebembe lökve, éppen mondom, kenyeret és vizet hozzak, mikor jövök haza, majd közben ott elkezdtem nézegetni, találtam egy-két jó kis dolgot, úgyhogy vásároltam, úgyhogy el is költöttem a pénzt. 300 forint volt a darabja a ruhának, én azt hiszem, ha jól emlékszek, 7 darabot vettem, mert 2100-at fizettem. Mondtam a lényeg, hogy mindjárt visszahozom a pénzt, közben találkoztam egy szomszéddal, ide adta a pénzt, kifizettem, nem még menjek haza, hogy menjek vissza, így elintéztük ott helybe. Úgyhogy 7 darab ruhaneműt vettem. 300 forintért szerintem megérte, bocsánat, hogy törölközök, de hazajöttünk, jöttem, és leittam magam hideg létővel, és most ízzadok, annyira meleg van, és még csak reggel 8:30. Na szóval, megmutatom, hogy mit vettem. Van itten egy rövidújú kis fölső, ilyen nagyon szép kis mintája van. Nekem legalábbis nagyon tetszik, így be van rakva, kicsit így végbe kivágva, és ilyen kis ejtett a zajja, elrejti a pocakot, elrejt mindent, tudjátok, képeket fogok nektek betenni majd. 300 forintért szerintem jó, nem bolyhos egyáltalán, nagyon jó a kis anyaga, picit elég vastag nyárára, de szerintem egy jó vétel volt. Van még egy fekete, merülök, van még egy fekete, ami így néz ki, itt egy ilyen kis mintával, ilyen ejtett vára is lehet, vagy sem. Nekem itthon szerintem ez nagyon jó lesz, itten safrangálni felele. Van egy rövid nadrág, ami így néz ki. Nem pecsétes, hoppa, bocsánat, nem pecsétes. Zsebbel, itten alul is meg lehet húzni, derékban is meg lehet húzni. Itt az udvaron meg elszaladni kenyérért, boltba szerintem megfelelő. Van még itt egy hosszított, tudjátok, ez a háromnegyedes, nem is rövid, nem is háromnegyedes, ilyen hosszított újú kis pöttyös felső. Szerintem ez farmerekkel nagyon jó fog menni, és ennek L-es mérete van, de biztos, hogy jó lesz rá. Nem tudom, nem lehetett próbálni így sajnos, annyira nem tudom. Van még itt egy rövid nadrág, ez így néz neki. Ezt megmondom őszintén, itthonra vettem, ezekben a melegekben bent a házba, vagy ha nem éjszaka pizsama nadrágnak. Szóval nem ki az utcára, hanem éjjel aludni, vagy itt lent bent a házban tengni-lengni bele. Van itt még egy ilyen fehér újú,
kis célnapántos, kis, nagyon kis aranyos kis felső. Egy kicsit így be van rakva, egy ilyen kis csipkés, horgolt része itt fent a melltájékán. Nagyon szép fehér, nem pecsétes, nem foltos, nincs elsárgulva, hanem szép fehér. És még vettem még egy fehér rövidnadrágot, nem szoktam fehér rövidnacikat hordani, de ez valahogy úgy megtetszett. Van neki ilyen kis megkötő a derékban, egy pillanat megkötöm. Azért beszélek ilyen gyorsan, és próbálok a videó végre jutni, mert kevesebb, mint 10%-on van a telefonom, és nem szeretném, hogy kikapcsoljon. Így néz neki. Nagy zsebbe, gyönyörű nagy combrésznél, gumírozott a hátulja, úgyhogy bőven lehet bővíteni, és így néz ki. Úgyhogy ez is velem jött, és 300 forint volt mindennek darabja, 2100 forintot fizettem az összesért. Fogok nektek képeket tenni be, vagy a végére. Még én se tudom, meglátom, hogy hogy fog elkészülni. És hát még kevés ruhám van, mert ugye nagyon nagy voltam, nagyon sokat híztam, és nagyon ritkán szoktam magamnak ruhát vásárolni, szerintem aki a csatornámat követi, az látja is. De turizni, nagyon rég turiztam, évek óta nem turiztam, az idén voltam egyszer Hádában, meg most ez, de szerintem hétfőnként lehet, mikor visszameriket Oviba befogok, kint van az asztal a faluház előtt, és ott lehet válogatni, lehet, hogy nézegetni fogok dolgokat, mert elég jó kis dolgok vannak, csak méretileg nem felelnek meg. Ha tetszett a videó, ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és a komment részlegben megírhatjátok-e, hogy megérte a vásárlás vagy sem. És ha ti szoktatok esetleg hasonló helyeken vásárolni, turizni pár száz forintokért dolgokat. És komment szekcióban örülnék, ha még meg tudnátok nekem írni, mindent, amit ti gondolnátok, hogy jól jönne a csatornára, én átgondolom. És ha valami olyan van, amit szívesen elkészítenek nektek, akkor azt meg fogom csinálni videó formájában. És találkozunk egy következő videóban. Örülök, hogy itt voltatok. Puszilak titeket, vigyázzatok magatokra, kellemes hetet, mert ugye még csak hétfő van. Nem sokára ki is megy a videó, igyekszem, hogy mi hamarabb kint legyen. Puszi nektek, sziasztok!